Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Megmondom őszintén, nekem óriási élmény látni azt a sok mosolyt, azt a sok arcot, amikor találkoznak több hónap vagy esetleg évek után kollégák, és olyan benfetes élmény számomra az, hogy itt összejövünk, találkozunk, és van lehetőség arra, hogy egy készfogással köszöntsük egymást, miközben tudjuk, hogy nap mint nap e-mailt váltunk, de találkozunk személyesen, és van mód arra, hogy néhány szót váltsunk. Én igen, örülök ennek a lehetőségnek. Elsősorban feletteseimnek kell megköszönnöm, hogy Philipp Bányt elnök úr, Friedel Ferenc rektor úr, illetve Kovács Zsolt elnökhelyettes úr, valamint Horváth Zoltán dékán úr támogatásával meg tudjuk rendezni ezt a fajta konferenciát. Szeretném megköszönni előadóinknak azt a felkészülést, amivel eljöttek, és hogy a felkérésünket elfogadva rengeteg hasznos élményt és nagyon sok érdekességet hallunk tőlük. Szeretném megköszönni a kiállítóinknak, hogy elhozzák legközelebb műszereiket, és az aulában megtekintetjük ezeket a műszereket, és kérem, hogy jöjjenek a következő években is el. Köszönöm mindannyiuknak, akik a hallgatóinkat valamilyen formában támogatják. Ez lehet egy TDK, egy konferencia, akár egy verseny, akár egy szakdolgozat, vagy éppen egy MSC diplomaterv készítése, vagy éppen egy bírálat, hiszen ilyen kapcsolatunk is van bőségesen. Köszönöm mindenki támogatását, aki a tanszéket akár eszközzel vagy szakmai információval támogatta. Valamennyiket mind nyilván nem lesz módon felsorolni, hiszen ezek nap mint nap jönnek és érkeznek hozzánk. Engedjék azonban meg, hogy az NMH-t külön-külön kiemeljem, illetve néhány nevet hadsoroljak fel ebben a körben. Dr. Svin Andrásnak, Bandi bácsinak és kollégáinak, Leventének szeretném megköszönni azt a napi támogatást, amivel a SESZAD csapattal folyamatosan részt vesznek abban, hogy esetleg Győrben is lehessen annyi információt összegyűjtenünk, hogy egy műholdba valamilyen részt tudjunk építeni, illetve majd jövőben talán egy saját műhold építését is meg tudjuk oldani. Köszönöm dr. Orbán Józsefnek azt a szakmai támogatását, amivel több éven keresztül a SESZAD csapatot támogatja a döntő mértékben a balonkísérletekben. Molnár Zoltánnak, a Vandel ügyvezetőjének szeretném megköszönni azt üzletlen segítségét, amivel szintén a csapatunkat támogatja. Németh Miklósnak, a Fusion 2000 BT ügyvezetőjének szeretném megköszönni azt a TDX 1800-as házat analizátort, amelyet a laborban használhatunk. Horváth Róbertnek, az Equicom cégvezetőjének szeretném megköszönni az optikai szál monitorozó rendszert, amelyet szintén nagy köszönettel használunk a hallgatói mérésekben. Karácsony Ádám Vol hallgatónak szeretném megköszönni azt, hogy alpi módszerekkel segített antennákat áttelepíteni olyan kiváló minőségben és pontossággal, amelyet mi nem tudnánk megtenni, és ezt a csapatnak, illetve a rádióamatőr klub számára tett nekünk pótolhatatlan előnyöket. Köszönöm a kollégáimnak a tanszéken mindazt, amit támogattak a konferencia szervezésében. Rengeteg adminisztrációs terhet kell áthidalnunk, egyre többet és többet, tehát ez a évről évre nehezebb egy kisé, de köszönöm, hogy ebben részt vesznek és meg tudjuk oldani mindezt. És az ebéd előtt pedig, miután ebéd után 13 óra 30-kor folytatjuk majd a délutáni műsort, engedjék meg, hogy mint minden évben egy tortára emlékezzünk meg. Idén ezt a tortát a konferencia 15. évfordulóaként szenteljük, és ott látszik fönt most éppen, hogy átnéznek. Szeretnék mindenkit meginvitálni arra a nagy tortára ebéd után, hogy kóstoljuk meg közösen, és kívánok mindenkinek kellemes konferenciát a délután további részére. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.